Akkor még egyszer jó estét kívánok mindenkinek. Varga Bálint vagyok Horvátországból, eszéken élek, és felveszük ezt a videót. Az volt a fontos, hogy mindenki meg fog hallgatni. Super, jó létszám is, 61-en vagyunk. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e van -e közöttetek olyan, aki még nem tudja a Skyway-t, aki első konferenciát hall ma, és ne haragudjatok a kifejezésemre, mert két és fél éve vagyok a Skyway üzletbe. Körülbelül két éve tartom a konferenciákat, és ma lesz az első magyar webkonferencia. Bár már egyszer Budapesten tartottam, majdnem tolmácsal, de remélem, hogy megfogja, meg, megértetek engem akkor nincsen senki új. Oké. Okay. Akkor még könnyebb lesz a mai este. 25 éve foglalkozok ilyen marketinggel. Több nagy MLM céggel is foglalkoztam. Volt egy, amelyik 15 évig dolgoztunk. Utána próbálkoztunk többfajta üzletekkel. Elég volt sikeres üzlet, volt sikertelen üzlet, de ilyen az élet. Mikor megismertem a Skyway-t, a Magdi Pécsről szólt nekem, régi üzlettársam és barátok vagyunk, akkor még nem tudtam semmit, de megbeszéltük, hogy veszek egy kis csomagot, és akkor utána beszéltem a Szívós Lászlóval, aki felső szponzorom Magyarországról, ő kicsit kinyitotta a szemeimet, és akkor elmúlott így egy 3-4 holnap, ami uh, elég volt, hogy érdeklődjek. Ezép nyár volt, és akkor szeptemberben 2016 uh, meghívott a Laci uh, Berlinbe, és uh, ott a Inotrans uh, nagy kiállításon, Megismertem a Skyway Capital ügyvezetőket és a tagokat, akik vezetik ezt a projektet. Személyesen megláttam, ráfényképezkedtem, bementünk a Unibuszba és a Unibike-ba, és akkor láttam, hogy ez egy nagyon komoly üzlet. Utána akkor elkezdtük építeni az üzletet, és a először eszéken, utána Horvátországba, több országban, most hat országban dolgozunk, és most olyan majdnem 8000 üzlettárs van a csoportunkban. Van két top expertünk, 8 expert, és jövő héten lesz még egy top expert is, még egy expert, meg valamilyen 70 masterunk van a csoportban. Ez egy ilyen két éves munka az egészben, de én ma arról szeretnék beszélni erről a projektből, projektről, hogy azok, akik később is majd meghallják, hogy meg, meg, megpróbálják megérteni és a, én tudom, hogy hetente a Sebastian Csaba tartsa ezt a konferenciákat magyarul, aki nagyon szépen beszél magyarul, és lehet, hogy jobban meg lehet érteni, de legyen egy ilyen is, amit mi tartunk. Na most ez a prezentáció 9 fog tartani egy óra hosszát, és úgy tartom meg, ahogy én szoktam. ...ta. Meg is mondom, melyik városban dolgozunk. Ez, Horvátországban Eszék, Zágra, Rijeka és Split. Meg még így vannak kisebb városokban, néha elmegyünk. Szlovéniában Ljubljana és Maribor, Ausztriában Bécs, Montenegro, Podgorica, Macedónia, Skopje, és Szerbia, Belgrád, Újvidék és Szabadka. Ezekben az országokban és a városokban majdnem mindenhol ott vagyunk havonta egyszer, és ezt a ilyen konferenciákat tartsuk. A prezentációt azt ott mindig változtassuk. Ma is beraktam egy pár új képet, és remélem, hogy tetszeni fog. És tudjátok majd használni. Mi is a Skyway, hogyan lássuk mi ezt az üzletet. Mondtam, én olyan 25 évig dolgoztam, és mindig kerestem egy olyan komoly üzletet, amibe bele tudom fektetni az időmet, és építeni az üzletet, és én szerintem ez idáig a legjobb üzlet. Ezt sokszor már mondták az emberek, de ilyen 120 üzletet megismertem, nagyon sokat építettem is. Itt az a jó, hogy bármilyen időt befektettünk, bármilyen forgalmat csinálunk, megkapjuk rá a jutalékot, és ami a sok MLM üzletbe hiányzik, bár én 15 évig csináltam az MV-t, és volt 35 ezer üzlettársa, a feleségemmel együtt csináltuk, azt is csináltuk 3-4 országba, de nem marad meg az a nyugdíj, amit mindig beszélnek. Nekünk most is van kb. egy ezer euró havonta, de amennyit dolgoztunk 15 éven keresztül, meg ilyen nagy üzlet volt, az nagyon kevés erre. <kül> a skyway ba az a fontos, hogy mi vehetünk részvényt, most még olyan olcsó áron, pár dolláros centért, ami a tőzsdén egy dollár lesz a start, és az már nagyon közel van, mert a projekt már nagyon előre haladt, és amit befektettünk időt, meg pénzt, az megmarad, és itt biztos, hogy lesz nyugdíj. Mert nem marad meg csak az a bónusz, ha képítetek valami üzletet, hanem megmaradnak a részvények, ahonnan kapjuk az osztalékot, és ha kell egy kis pénz, akkor valamennyi részvényt el is lehet adni. Én azt ajánlom, hogy egy dollárért ne adjátok még el, mert ez egy óriási projekt, és ez világprojekt, a SkyWay az nem MLM cég, azt mindig megszoktam mondani, hanem egy olyan építő, ipari cég, ami gyártó és építi az infrastruktúrát. A Edwardovics, Anatoly Eduardovics Junitski, akit személyesen is megismertem 2017-ben, mert engem érdekel ez az üzlet, és elmentünk Minskbe, 65 km minstül Marina Gorka, ahol építettek egy ilyen ekotechnoparkot, ahol bemutassák az egész világnak, a minisztereknek, az elnököknek, a nagy ezt az üzletet és a, ezt a projektet. Úgyhogy elmentünk oda, és megláttunk, hogy mit csinált idáig. A Jónicki már 40 éve készítette ezt a projektet, és az a álma, az a célja, hogy több millió kilométer infrastruktúrát építsen ki, ahol ezek a mindenféle jármű, amit létrehoztak, naponta több millió embert szállítsanak. Valamit a városba, valamit a városon kívül. Ő azt mondja, hogy egyedül kezdte, utána 25 emberrel, indultak a 2001-be a próbával. Most itt a ezen a képen azt mondja, hogy több mint 700 magas kvalifikált specialista, de a legújabb információ azt mondja, pillanatnyilag 600 inzsinyér és ilyen designer, lehet, hogy valami szót ilyen angolul horvátul mondok, és 800 különböző specialista van a cégbe. Szóval 1400 ember a cégbe dolgozik, és körülbelül tíz év múlva olyan százezer ember fog a Skyway-be dolgozni. Mint a célprojektbe, akik vezetik a célprojektet, vagy a cégbe, akik gyártanak, vagy építik az infrastruktúrát az egész világon. A Mondtam, hogy ez még horvát prezentáció, de lehet, hogy 21-én, még decemberben tartok egy magyar konferenciát, 8 órakor, akkor majd átírom magyarra. De nem sokat, nincs sok szöveg a prezentációba, nekem ez így segít csak, hogy tartsam a beszédet. Mire, mivel különböző ez az infrastruktúra, és a Skyway projekt. Az van, hogy ilyen állványokon működik az egész, ilyen 6-7 métertől átlag 15 méter magasságba a városba. Nem is jó, ha túl magas, mert akkor mindjárt drágább ugye az infrastruktúra, de ilyen minimum 6,5 méter magasság már a legmagasabb kamionok se érik el. Azért van fent, van több oka neki. Egy, hogy a Városi közlekedés, ami lent az aszfalton működik, az ne érintse semmiféleképpen. Úgyhogy nem, nem tud összeütközni a biciklistákkal, gyalogosokkal, állatokkal, másik autóval, vagy kamionokkal, bármi más járművel. Ez a legfontosabb, és így a nagyon megterhelt városok, Sokkal könnyebb lesz majd a közlekedés. A második a biztonság, ami már hozzá van kötve ehhez, hogy nem tudnak összeütközni mással. Nagyon fontos az, hogy ha ilyen jármi fent a levegőben megy, akkor sokkal kevesebb energiát fogyaszt és ez is egy oka neki, hogy miért építették ezt tehát így. Most már ott vagyunk, hogy a Marina Gorka Bajkó Parkba ki vannak építve, és mi már az idén, augusztus 4-én voltunk ottan, a családdal is, és ültünk már ilyen és mentünk vele. A másik az, hogy egy ilyen oszlopra két négyzetméter föld kell, hogy le lehessen ásni, és ezért nem kell aszfaltot vagy ilyen vasutokat építeni, megmarad a termőföld. Miért és a Jonicki még középiskolás kor miért jutott ilyesmi eszébe. Ő látta már akkor, hogy a nagy városokban nagyon nagy a közlekedés. Valképpen lehet látni ilyen európai meg amerikai városokat. A jobb képeken meg ilyen vietnámi, banglades, indiai városok. Szóval mindenhol nagyon túlterhelt a közlekedés. Más, ami ilyen Ázsiába, ázsiai országokba, nagyon gyöngén van felépítve. Ezek a vasutak még az angolok ö, hozták nekik, még majdnem száz évvel ezelőtt, és 1,3 milliárd ember él ö, Indiába, és mikor vannak neki valami ünnepség, akkor szinten így ugrálnak fel az emberek a vasútra, mert el kell utazni a rokonságó, vagy valahova. India különben is óriási ország, és ezek a dolgok, amik, amiken lehet a, a, Skyway, ezen tud majd változni, változtatni. Amit nem szabad elfelejtenünk, az a szennyeződés, ami minden városban megvan, és már biztos hallottátok, hogy a Németországban, most már 12 városban betiltják a Euro 4, a dízel autókat már február, most februárban, két-három hónap múlva. Egy év múlva már a Euro 5 se nem mehet, és sokat olvasunk ilyesmiről a japán autók, most még csak a Toyota, nem csak a Mazda maradt, aki még a dizel autókat fog jövőben, jövő évekbe küldeni Európába. A többik már ilyen 2-5 év múlva már nem fognak a európai piacra gyártani dizel és nagyon sok benzines dizel jármű nagyon szennyezi a környezetet. A Skyway vonatok azok tiszta villanyárammal működnek, és nagyon kevés energiát használnak. Ez a hasonló kép, amit látunk, itten látható, hogy az emberek vissza akarnak menni a természetbe, és ilyen új smart city, ilyen okos városokat fognak építeni. Ez már nem újdonság, mert Dél-Korea, már India nagyon nagy terveket készített, Kína is, Emirátus országokba is már készítenek ilyen új városokat, hogy teljesen kimenjenek a olyan nagyon szennyezett városba. Már 2001-ben, 2009-ig a Moszkva környékén a Junicki már kezdte, kezd, kezdte próbálkozni, ilyen tapasztalokat szerveztek. Nagyon kevés volt a pénzük, és nem tudtak nagyon előre menni. Rengeteg bankot körülnézett, egyik bank se nem akart befektetni 3-400 millió dollárt ilyen új projektbe. most se akarna, úgyhogy a bankok ilyen projektbe nem fektetnek. Bankok csak oda fektetnek, hogyha nekünk van valamilyen ház, ami dupla értéka, amennyi kölcsönt kérünk. Úgyhogy nem tudta megszerezni azt a pénzt ilyen nagy projektra, kellett olyan 450 millió dollár, hogy felépíts ezt a ekoparkot, ahol meg tudja mutatni ezt a technológiát. Ma ez már fel van építve, és nekünk olyan termékeink vannak, én mindig így szoktam mondani nekünk, mert én is részvényes vagyok, én is a része vagyok a Skyway-ra, nem vagyok nagy tulajdonos, nem vagyok olyan, mint a Junicki, de aki vett ezer részvényt már az is mondhassa, hogy milyen a Skyway. Még nem adja el a részvényt, utána nem mutathassa. Az van, hogy ma olyan termék van, amit holnap tudjuk építeni és működtetni. Nagyon sok patentet most már bejegyeztek, 77, ezt nem tudom magyarul megmondani, és van egy usa Amerikába, a Unibus is le van védve, azért, hogy szabadalom, köszi Csaba. Tudom, csak nem jutott eszembe. Szóval 77 szabadalmat levédtek, hogy, mert nagyon sok, főleg a kínaiak és a japánok, akik ezt át szeretnék másolni. 23 európai országban, Kína, Oroszország, Fehér Oroszország, Ukrajna, van kettő világszabadalom, úgyhogy mindenhol ezt tehát levéték. Ezt 2017-ben kezdték csinálni, úgyhogy 2017-es éve ezt tett jellemzi. Ma van Minskbe egy gyár, én mindig ezt a képet mutatom, itt vannak sok barátaim, a Csaba meg a Laci is itt vannak, a gyár előtt, én még nem voltam ebbe a gyárba, itt a cím. Ez a gyár ilyen 5-10 járművet tud gyártani havonta, tavaly megduplázták a kapacitást, és triplázták a raktárt. <coughs> és a Itten hozták létre a, ezeket a járműveket, amiket bemutattak már nagyon sokszor nekünk. A gyártó, a gyárba így dolgoznak körülbelül, mondtam, hogy ez, ez, ez kézzel csinálják még, Ilyen kiskapacitású gyár, és ez teljesen most elég, de Szlovákiában van terv, Dubáiba, Indiába, Indonéziába, ahol még fognak majd gyártani. Attól függ, hogy mennyi projektet adnak el, amennyi lesz szükség. Körülbelül 6 hónap alatt a gyárt fel tudják, gyárat fel tudják építeni, és kezdeni gyártani a Többit. Mondtam, hogy olyan 100 ezer embert fognak majd munkába venni. A Ekotekna park az olyan 350 millió dollárba került, még majd lehet, hogy kell -e 70-80 millió dollár, bár egy szakasz, ami leggyorsabb Unibuszra terveztek itt csinálni, azt most áttették Dubájba. Azért, mert itt a hat hónapig vártak a építési engedélyre, de a Fehér Oroszország egy miniszter, miniszter nem adta meg nekik. A minisztert úgy hívják, ez érdekes dolog, Anatoly Sivak, ilyen közlekedési miniszteri. Érdekes, hogy az a lap, mikor a Junitski aláírta a szerződést, hogy Dubájba fogja képíteni ezt a 25 kilométeres leggyorsabb szakaszt, másnap a miniszter kapott felmondást. Ez érdekes, ez egy orosz újságba megjelent, és nekem megvan a weboldal is. A, bocsánat, a Park most már száz legérdekesebb helye a Belorussziába, és most már több mint tíze valahány ezer turista is meglátogatta. Mi, mi, tavaly is, meg az idén is kb. 5 6000 ember volt, és az egész világból most már majdnem 200 országból voltak és meglátogatták. Itt ki van építve 5, 5 szakasz, ahol közlekednek ezek a járművek. Van egy múzeum, van egy fogadó épület, ahol megbeszélik a projekteket, és rengeteg, több mint 50 országból már jöttek a képviselők, és akik átnézték ezt a projektet, és utána akkor kötötték a szerződést. Azt, hogy mondtam az előbb is, van egy Unibus, ami 14 szemét tud szállítani, Unicar 18, Unibus 20 eh, 48 személy, Unitrak, ami eh, nem szemét, hanem ilyen mindenféle eh, hulladék, eh, hulladékos árut vihet, úgyhogy meg a Unibike, ami két személyes. Minden projektre be lehet építeni ilyen szolár collect, napkollektereket, és szél, szél ami termeli a zármat, és kb. 70% több ármat tud megtermelni egy ilyen projekten, azért, mert nagyon keveset fogyasztanak ezek a járművek. Ilyen technikai pár dolog, például egy unibike, ami két szemét tud elvinni, és ha közletedik 100 km sebességgel, és átmegy 100 km-t, 3,2 kW energiát fogyaszt el, ami egy villany melegítő egy óra alatt elhasznál itthon. A Unibus, ami 14 ember tud szállítani, 100 km 9,9 kW, ami kevesebb, mint 1 kW egy személyenként, nem tudom forintban mennyibe jön, nálunk két hónap olyan 80 forint jön fejenként, még kevesebb is, úgyhogy nagyon olcsón gazdálkodik ezek a projektek. Egy Unibusnak a kapacitása egy órára 50 ezer, most már vannak olyan projektek, például Afrikában egy projekt, ami 20 ezer kapacitása 4 km projektre lesz felépíteni, felépítve. Ez a kép és a Eco Parkba készült. Itt meg lehet látni ez az új zsinor, ami, amit a Junicki most gyártott és már az idén elkezdik majd építeni. Ez már Berlinben lett lefényképezve, így néz ki közelről. Az ujjamtól is vékonyabb. Mi a jellemző erre? Ez egy ilyen acél keverék, ami hétszer elősebb, mint az acél zsinor, és 6 kilométerre ki lehet hozni az oszlopok között. A Abu Dhabi projektre, ami másfél milliárd dollárba kerül, ottan 500 métertől 2000 méterig fogják kihúzni eztet, és ezen a zsinoron egy ilyen Unicar tud közlekedni, olyan 80 km sebességgel. <kül> a Unicar az egy elég jó elfogadt jármű, itt lehet látni, hogy három részből áll, mind a háromba hat ülés van. Most Berlinbe ültünk ö, újból benne, meg Minszbe is, ugye? És 168 szemét lehet elhelyezni, szóval annyira ki lehet építeni. 150 km per óra sebessége van, ami a város ilyen 80-100 lesz a maximum, de... Ha külvárosba megy, akkor el tudja érni azt a sebességet. A Univind az egy kis jármű, ami két szemére van. Ez egy meglepetés volt, én nem hallottam, nem is tudtam, hogy lesz ottan Marina Gorkába. Az én fiaimnak ez tetszett legjobban. Itt meg lehet látni, jobbról fent hogy ez a kommunikációs rendszer, azt még nem mondtam, hogy ezek a járműk, ezeknek nincs sofőr, és nem mi vezessük. Ez ilyen automatizálva van, csak be kell érni, mint egy navigációba, hogy hova szeretnénk eljutni, és akkor odavisz bennünket. Nem kell idegeskedni, hogy most köd van, van egy téligumi, leállítja -e a rendőr, vagy esik az eső, hogy vagy álmosak vagyunk, Írhatunk SMS-t is, telefonálhatunk, bármit tudunk csinálni. Lehet, hogy valaki még olvas könyvet is, ilyen is létezik. A Univind is 150 km per sebességgel mehet. A többiek, ha lássátok a prezentációt, most 28. oldalon vagyunk, vagy lehet, hogy jobb volna kimenni és bemenni. A hangomat az halljátok, ugye? Igen, oké. Okay. Azt akartam még mondani, szuper, köszönöm szépen, hogy ezek a Unitski által kifejlesztett járműk, ezek ilyen 100-300 km át tudnak menni a saját akkumulátorral. Lesz olyan városi jármű, amelyik több óra hosszát tud menni, azt mondták még ilyen 10-12 óra hosszát is, és mikor ki kell cserélni, ilyen 5 perc alatt ki lehet cserélni a, az elemet, az akkumulátort, és akkor mehet tovább. Általában egy sofőrnek elé egy, egy körnél egy ilyen 10-15 perc pihenés, és ott már ki lehet cserélni, vagy egyszerűen átmegy a másikba nem a sofőr, hanem a, a, azok, akik vezetik majd, hogy minden biztonságos legyen, még az, az, emberek nem szokják meg. Akkor, amit láttunk még Marina Gorkába, az egy drón, két személy be tud ülni, és 600 kilométerre lehet ezzel menni, másfél tonna tehert visz, és legerősebb dron, ilyen dron, ami másfél tonnát visz, még nem csináltak a világon. 4,2 millió dollárba került a, nekik ez a, a költség, de 1200 dollárba kerül a bérlés ilyen helikopterek, akik fogják majd az utolsó építési dolgokat csinálni a projekteken, főleg ilyen dél-amerikai dzsungelekbe. Azért a Unicko úgy döntött, hogy csináljon saját dront, ami most várja az engedélyt, és ha megkapják minden engedélyt, akkor tudják majd árulni is, gyártani másoknak, de saját szükségletre is fog kelleni. Teljesen véletlen, a Skyway két évvel ezelőtt megvette egy szlovák céget, akik gyors töltés akkumulátort fejlesztettek ki, és terveztek gyártani autókat, ami villanyármal működik. Úgyhogy a Unimobil azt megcsinálták a moszkvai kiállításon, már be is mutatták, és egyedülálló autó, kis autó, két személyes, ahol egy rokkant kocsival, teljesen személyesen be tud menni bárki, nem kell semmilyen segítség. 220 voltra meg tudják tölteni a, egy garázsba, vagy házban, 10 óra alatt, és 120 kilométert át tud menni, 100 km a sebessége. Most megkaptuk múlt héten az információt, hogy nem csak a rokkantoknak, hanem az egészséges embereknek is kétszemélyes autót, majd lehet rendelni. Ez egy érdekes, mert nem lesz drága, és ha valaki a városba 100 kilométert, én nem szoktam annyit átmenni, 5 km-re lakok eszéken, ilyen 30-35 t szoktam átmenni, mikor sok munkám van, úgyhogy egy háromszor is el lehet menni, és elintézni sok mindent. És egy teljesen 100%-os. A Volkswagen-t olvastam, hogy pár év múlva, most nem tudom pontosan melyik évtől teljesen átmegy a villanyautókra. És már többen is ezt bemondták. Nincs már olyan autógyártó, aki nem épp nem gyártja a százszázalékos villany. Lesznek most még hibridek. A dizel az először elmegy utána a benzin is, és egy olyan 10-15 év múlva akkor már nagyon sok, sokan fogják gyártani, főleg Európára, meg Amerikára. Ahol még ilyen nehezebb helyzet van Ázsia vagy Afrika, ott még maradnak egy ideig, de áramra mennek. Úgyhogy nekünk is lesz egy ilyen. A következő projekt, amit a Junitski tervezett, azok ilyen ö, tengeri kikötők, azt kell tudni, hogy ö, vannak Indiában olyan kikötők, ahol a teher ö, ö, hajók 20-25 napot is várnak, hogy sorra kerüljenek. A, én most splitbe voltunk, mentünk egy ilyen hajó utazásra, és a ö, unoka öcsém katamaránt vezet, és akkor elvitt bennünket egy ilyen kirándulásra, nagyon is szép volt, és akkor még ő megállt reggel hatkor tankolni, akkor oda jött négy hajó, de a, ez a kis katamáránra is fél órát kellett várni. Szóval még az a négy hajó, az lehet, hogy két-három óra hosszát csak egy tankolásra vártak. És egy ilyen kikötőbe még ki kell nem tudom hány millió tonnát rakni, több mint 20 napot várnak. Ez egy olyan ötlet, hogy olyan 10 kilométerre a tengerbe, 30 méter mélyre ki lehet építeni ilyen kikötőt, ahol odaállnak a hajók, és egy ilyen unikontal, ami az emelő kiveszi azt a konténert, ráteszi a unikontra, 17 óra alatt egy nagy hajót ki lehet üríteni, és utána még annyi idő megtölteni, hogy menjen tovább. Ez nagyon leterheli a kikötőket, és már két indiai kikötővel és egy emirátusi kikötővel már tárgyalnak. A Amsterdamba is volt a Unicki, de ottan nem mentek még előre, de majd lehet, hogy nem sokára ott is lesz. Még egy pis, pici technikai dolgok. Lehet, hogy valaki azt mondja sok technikai dolgot, de ha nekem a Magdi azt mondta volna, hogy csak egy befektetés, akkor lehet, hogy én nem is fektettem volna be. De elmondták, hogy ez milyen projektnek minden. Nagyon fontos az, hogy egy komoly projekt legyen. Minden, ami a Junicki készít, az egy innovatív dolog, amit ő 40 évig számított, mindig valami jobbat kitalált, rengeteg tapasztalata van neki. Ezek a sinek acélfeje van neki a közepe 250 acél ilyen zsinor van, ami 50 és 100 év vég fogja tartani a feszültséget. A közepénben van beton és gumi keverék, és lent van két cső, ami egyikbe a villanyáron megy, a másikban meg az internet, a gyors internet, mert minden információt a ezek a járművek blockchain technológiával kapnak. Miért? Azért, mert az egy olyan technológia, ha csak interneten kapnák meg, vagy zsinoron, akkor egy hacker le tudna állítani, visszafordítani, de blockchain technológia nincs olyan számítógép, az összes számítógép a világon, ha összeszednénk, a blockchain nem tudják visszafele hajtani olyan blokklánc technológia. Ezért, ezért fontos, hogy ez is egy nagyon biztonság. Ez a, amit látunk itt, a Berlinbe fényképeztem most, szeptember 21-én. Ez egy kerék, a Unibusnak a kereke, ami rámegy a sinekre, a közepe az elektrovillanymotor, és jobbról a fék. Ez olyan 6 nanométer precíz technológiával lett felépítve, elkészítve, hogy nagyon keves, keveset kopjon ki, és óriási sebességgel menjen, nem melegedjen, úgyhogy ez egy különleges találmány. Bár a villany bicikliken már van ilyen hasonló, de a roverok, akit a Marsra meg a Holdra küldenek, ottan kezdték csinálni ezt a technológiát, mert ilyen motorok, ami mindjárt a kerékben van, legkevesebb energiát veszítenek el. Mondjuk rá az autóba van a motor, akkor van a kuplunk, akkor váltó, akkor van még, magyar nem tudom megmondani, kamionoknak van az a ród, ami viszi át a, hátsó kerékre, és itt elmegy 50-60 százalék energia. itt meg minimum. Azért használnak olyan kevés energiát a, a, a ezek a járművek. <kül> Infrastruktúra. Mm. Van egy jó hírem. Tavaly, máj, nem tavaly, most májusban, még 2018-ban vagyunk. Elkezdték építeni a, egy célprojektet, a, ami már az utasok fognak menni vele. Ilyen komerciális. A dubai részén, majd később meglássuk a képeken is. A biztonság saját kommunikáció rendszer. Egy biztonsági rendszer, ami van a jobb autóknak is. Mikor ez a jármű megy például 100 km sebességgel, és előtte valamelyik lassabban megy, automatikusan lelassít. Vagy ha valami áll, akkor teljesen megáll, úgyhogy nem kell félni. Ez mondom az autóknál is van, de itten sokkal-sokkal biztonságosabb. GPS-szel vannak követve, a szobába, ahol követik, mint a repülő téren, tudják követni pontos, hogy milyen pozíció, hol, hol megy, hol állt meg, és hol működik power supply system, az azt jelenti, hogy attól függ melyik jármű, olyan 100-től 300 re saját maga tud közlekedni, ha nem is kap ármat. Így néz ki a szoba, ahol majd vezetik ezt a, ezeket a projekteket, mondjuk rá egy városba, vagy egy szakasz. Azt hallottam most, hogy Budapest, Ljubljana és Olaszországban majd lesz egy projekt, például ezt egy projektet lehet, hogy négy-öt ember fogja kontrollálni. Ez már egy igazi kép, mert már Abu Dhabiba épültek, és itt már lehet látni, hogy az arabok hogyan követik ezeket a ilyen, ilyen projektet. Én már sokszor beszéltem a célprojektről, ilyen városokban, Splitbe, Zágrába, meg Szabadkán is, és sokan érdeklődnek ehhez a projektekhez, de mindenki azt gondolja, hogy ez rettentő drága. Nézzük csak a Skyway és a, egy hagyományos, vill, hagyományos vasút fél árba van. A kamionos közlekedés körülbelül négyszer, a metro 6-8 szor drágább, és az a leggyorsabb mágneses gyors vonatok, amilyen 350-400 km sebességgel mennek, azok olyan 12-15 ször drágább, mint a Skyway. A jobb felén képen meg lehet látni, hogy mennyi a szennyeződés, szóval a Skyway-nál minimum, akkor itt alatta mennyi a fenntartás, ez nagyon fontos. Mondjuk hogy ez a mágneses, itt kell egy ilyen atomerőmű, mert egy óriási energiával fel kell emelni az egész vasutat, és olyan mágneses levegőbe megy, és ez a rengeteget használ. Láttuk a miénk, hogy milyen kevés energiát használnak, és a biztonság is teljesen a Skyway-nál senki más nem tud még közel se. Előtt az az idő, hogy a Skyway bemutassa magát a világon. Nekem szerencsém volt, hogy 2016. szeptemberben elmentem az első kiállításra Berlinbe, de azóta már 16 kiállításon voltak. Például ez egy Dubai kiállítás, 1,2 millió dollárba került nekik ez a ez a kiállítás. A Viktor Baburin a fő megbeszélő és második ember a cégbe. Az a fontos, hogy itten, Dubajban megismerték ezek az arabokat, már abban a hónapban voltak Minszpe és a Eko tavaly áprilisban volt ez, májusban már készítették a célprojektet és kezdték építkezni. Mi szeptemberben hallottok meg, addig nem szabadott a Junickinak meg senkinek se megmondani, <coughs> és jövő áprilisban lesz az első átadás. Itt majd meglássuk később. A Inotranszi uh, kiállítás most szeptemberben volt, Bemutatták a unibus ami 500 km per óra sebességgel működik. Inzsinyerek csinálták, azért ilyen hegyes óra van, hogy a... Na, ezt nem tudom magyarul megmondani. Az a levegő nyomás, hogy minél kevesebb legyen. Hat üléses, hat ajtó van neki. Van neki olyan bőröndre, négy kisebb, lég ellenállás. Köszönöm szépen. a mindenki tudja, csak én nem. <laughs> lég ellenállás. Ez az. CX 0,02 a Unibusnál. Mondjuk rá, egy Porsche 977, ami egy teljesen új autó. 0,26-27, így olvastam valahol. Hogyha sokszor, sokszor kevesebb, ezért kevesebb energiát, csendesebb és könnyebben, gyorsul is megmegy. Nagyon szuperül néz ki belől, ilyen bőrüléses, olyan jó volt beülni, mindenki többször be akart menni, és hátra, előre lehet hozni. Igen Csaba, ez a, ez a prezentációban van nekem már szeptember óta, köszi a képet. <laughs> nem is tudta Csaba, hogy ezt használom. Itten van egy ilyen, mint egy táblagép, és ottan meg lehet látni, hogy milyen gyorsan, gyorsan, utazunk, hova utazunk, hűtés, masszírozás. Úgy éreztem magamat, ah, ezt nem is tudtam kifotózta, köszi. Úgy éreztem magamat, mint egy nagyon jó első osztályú repülőbe ültem volna úgyhogy épp, eh, eh, szuper. Mindenkinek tetszett nálunk a csoportból, több mint 20 voltunk ottan, nem is 20 60-an, 20 -an voltunk Minzbe, Berlinbe 60-an voltunk, Szlovéniából, Ausztrália, Ausztriából, uh, Horvátország, Szerbia uh, jöttek az emberek, és meg Németország üzlettársunk és Mindenkinek nagyon-nagyon tetszett ez a Unibus ez a kép megmutatja, hogy a Skyway projekt, hogy mennyire fejlődöttebb, mint egy hagyományos. Szóval itt fent megy, senkinek nem aggat. Képzeljétek el, csak Ausztráliába mennyi állatot megvédenek. Norvégiában négy hónap alatt 250 szarvast csak a vasútok öltek meg, amit, amit, tudnak. Mit csinálta Junicki a mi pénzünkkel idáig? elszökött, nem jött vissza, mutat valami képeket, sokat ilyen bloggerek írnak az interneten, mindig olyan, néha nem is érdekes elolvasni. Unibike két személyes, le van védve, minden engedélye megvan neki, szállíthassa az embereket. Unibus 14 személyes, Unibus 48 személyes, Unicar 18, Unicar 6. Univint két kétszemélyes, juni Unitruck, ami viszi a. Ezt sem tudom kimondani. A teherszállító, igen. Akkor a Unibus 6-személyes, Unimobil kétszemélyes kis drónok, azok már ott voltak Marina Gorkába, röpködtek, A nagy drón, és ez az új fejlődött uh, uh, zsinór. Most valamelyik nap tartottam egy előadást, uh, hol is, tegnap előtt Újvidéken, és oda jött uh, egy inzsinyér, és azt mondja, hogy ilyen nem létezik. Azt mondja, egy kilométeres, az olyan nehéz volna. Én tudom, hogy Európában nem létezik olyan cég, aki egy kilométerre ki tudja ezt húzni, de itt van a Unitska, azt mondja, hogy hat kilométerre de két kilométer már Abu Dhabiba fog épülni. Most ebbe pillanatnyiba gyártanak Minskbe egy járművet, ami 300 szemét fog vinni, és 500 km per sebességgel fog menni. Akkor gyártják a VIP Unicart. a araboknak van kicsit több pénzük, és őnek nagyon jó ötleteik vannak, és kitalálnak minden, ilyen Leopardi bőrt betenni a unikárba, meg ezüst, ajtók, meg ilyen, ilyen, nem mondjam, milyen dolgokat, minden, ami eszikbe jut, és ők ezt elképzelték, és most a Junickinak ezt meg kell gyártani. Úgyhogy ez a VIP Unicar már április, jövő áprilisba fog működni. És a harmadik, ami még nincs itt kép az, a, ami a konténereket, Unicont, 20 és 40 méteres. Ez, Ezt most gyártják. Indiába, és nem hivatalosan folynak az építkezések, hogy kicsit olyan jobban meghallgassuk a Unicki videókat meg ilyen információt, amik mennek interneten, akkor lehet látni, hogy már mondták, hogy több kontinensen is építkeznek. Itt a túl 129 km a gyors szállás szakasz, akkor a városi közlekedés és a teherközlekedés. Ez a Járkhand legfejlettebb indiai ország, és ezer embert fognak már bevenni munkába, és 906, 926 millió dollárba került ez a három projekt. Ez volt különben is a 2016-ban, februárban az első három projekt aláírva. Emlékszek arra a videóra, amikor a Junicki ott volt Indiába, és úgy reszkedett a keze, mikor aláírta 40, 39 év után az első projektet. Ez volt az élet célja. A miniszterelnök... Miniszter, közlekedési miniszter indiai és a ez meg a kül külminisztérium a, 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 a belorusziába úgyhogy ezek írták alá itt van a baburin is meg a junitski a indiai projektet ez egy indiai cikk ami írja hogy három évig fog épülni mennyibe kerül, és hogy ezer ember fog dolgozni majd a projekten. Indiában van még egy projekt, most egy csak egy pár projektet mondok el, mert több, mint 30-40 projekt van már aláírva is. A Dalai Lama-tól a Kangra repülőtére van ilyen 42 Unibuszos projekt, 30 millió dollárba kerül. A Dharamsala városi... Ö, ö, Városiak, meg lett változtatva az elnöke, és azért állt le a projekt, de már hallottam most egy pár hónapja, hogy újból elindult és mennek a megbeszélések. A Unitski Indiába kapott egy ilyen diplomát, indiaiak tavaly készítettek egy nagy kiállítást, elhívtak az egész világról minden céget, aki tudnak építeni ilyen intelligens, okos városokat. Öt cég jelent meg, aki pillanatnyilag tud ilyesmit csinálni. Ez egy ilyen modern városok, mondtam, ami újonnan lesznek képítve, és a teljesen 100% tisztába lesz. Valaki akar épületbe lakást venni, vagy valakinek ilyen családi ház, szolár napkollektorak, teljesen minden zöld, és ez, ez, ilyen városok lesznek. Ez az indiai ország hivatalos weblapja, weboldala ott találtam meg, 90 okos városokat akar India felépíteni, és most már el van készítve. Bementem egy projektbe, minden utca neve, tér, iskola, óvoda, minden megvan, és 500 millió embert akarnak bevinni ezekbe a városokba. Azt tudjuk, hogy a Indiában 1,3 milliárd nép felének nincs víz vagy fürdőszoba a lakásba és a India legerősebb ö, ekonomiai ország akar lenni, már Kínát valamilyen ö, ö, téren ki is kerülte, és olyan 4,5 millió kilométer utakat is akarnak képíteni. Én mindig azt mondom, hogy ha 20%-ot a Skyway megkapja építkezést, az 18 ö, város, ami 1, 2, 3, 5 millió ember befér, akkor számítsátok ki a 1 dollárról, hogy hány dollárra fog felmenni a Skyway részvény. Emirátusban a Junicki a múlt videóban megmondta, hogy ezeket elkezdték építeni. 100 millió tonna beton blokkokat rendeltek, és azt ott most rakják le, építik ezeket a műszigeteket. Ez nem új dolog, ezt már építették, de hogy össze lesz kötve ilyen Skyway szakasza, ez nincs senkinek a világon, csak a Skyway-nak, és itt látszik, hogy ilyen 500 méter, 2 kilométerig lesz, és itten a Unicar, vagy bármelyik másik jármű is fog működni. Szóval, ha lesz pénzetek, itten vehettek egy lakást, ezek is olyan, ami forognak, úgyhogy napkollekterrel is ez is egy ilyen eko ház lesz. Nagyon szépen néz ki, mi jövő májusra tervezünk, most már több mint 25-en akarnak, majd meglássuk mikor lesz. Ki akarunk menni Dubajba, és ha Abu Dhabiba lehet már valamit fényképezni, akkor eljövünk ide is. Mindenféleképpen elmegyünk Abu Dhabiba is, még nem voltunk ottan de Dubajba is akarunk fényképezni, meg eh, akarunk utazni 25 kilométert, megfizetni az utat, és a Skyway eh, Unicárral akarunk utazni. Hol? Itt lássuk, hogy Dubai a repülőtéren kicsit fel éjszakra, Sárják. Itt építik a 25 km szakaszt, ami komerciális és teszt szakasz lesz. 150 km városi, és itt fogja kezdeni, valamikor április végén májusban tesztelni a Unibust, ami most Marina gorkába csak egy kicsit tesztelt, mert 400 méterre van képítve, és olyan 6-7 hónap kell a Unibusznak, hogy megkapja azt a minden engedélyt, így satszolta a Unitzki. Úgyhogy jövő év végére már a 500 km is, is működik. Ez az első fázis. A második fázis 60 km, 500 km sebességre. Ez teljesen komerciális. Nem tudom, magyarul azt meg lehet-e érteni. Az azt jelenti, hogy a városiak jönnek és utaznak vele, megfizetik a jegyet és mennek vele. Nem csak teszt. A harmadik fázisban 60 km és 1250 km sebességre építi a Junicki azt a, csövekbe, azt mondja, nem tudom pontosan, hogy vákumcső, vagy másmilyen lesz, de abba a csőbe fog bemenni, és ott ilyen sebességet is el fog érni. Miért rendelték el? Emlékszek, hogy a Hyperloop pár évvel ezelőtt már építette a Dubai meg a Abu Dhabi között, ilyen 120 kilométert, közben ez mind csak egy ilyen e, híradó volt, meg e, ilyen hírek a interneten, meg mind. Egyszerűen lemondták az arabok, mert meglátták, hogy a Elon Musk nem olyan nagyon komoly, mint ahogy gondolták, és teljesen e, elutasították. Az még, az a technológia, amivel ő gondolta, az még nem működik, az még teória, úgyhogy a Unitickinak meg van az a Hyper jó. Úgyhogy ez van, szerintem 2020 ba kezdik építeni ezt a harmadik szakaszt. Az az érdekes, hogy uh, ilyen projektekbe mi különben tudunk majd uh, fektetni ilyen ezt a Hyper jóba. <kül> ez a sarjáki uh, tavaly uh, májusban kezdték készíteni, és szeptemberben már uh, jó építkezés volt. Rengeteg kép jött, ezt az interneten már lehet látni. Itt lássák a Unicontot, a szóval össze lesz kötve majd a, a tenger is vele, úgyhogy arra is lehet közlekedni. Mi is ez a sárják? Egy barátom eszékről most májusban volt ottan, azt mondja, hogy teljesen ki van épülve, és Itten 200 világcég, amilyen fejlesztő cégek, kutatói cégek fognak itt lenni. A Skyway itt képít állomásokat, 25 km ilyen szakasz, lesz neki egy épület, ami a tetei teljesen zöld humuszból lesznek ilyen növények, ami hűt is meg adja a nedvességet, mert tudjuk, hogy itt olyan 60 fokig is nyáron felmegy a hőmérséklet. Nagyon száraz a levegő, valamelyik egy hónappal ezelőtt néztem, 38 fokot egy órakor éjjel, és azt mondták az arabok, ha ezt a hőmérsékletet, meg ezt a homokot kibírja a Skyway jármű, ők képesek 50 milliárd dollárt befektetni, és egy ilyen elő, pro elő szerződést alá is írtak. A Junicki azt mondta, hogy most olyan 30 milliárd dollárnyi projekt van, ami jövőre már elkezdik építeni, de nem csak ebbe az emirátusba, hanem a többiekbe. Most volt a napokban az emir, aki a főnök meg a tulajdonos ezekbe a, ez a, a, a Dubai környéki földön, és átnézte az egészet, és nagyon tetszett neki, most nem tettem ide a képet, de épp még, még, volt nekik egy ilyen gyűlés, a Skyway katalógus volt ottan, úgyhogy lehetett látni, hogy ez. Na, ezért a Skyway nagyon fontos, hogy legyen itten szerepe, mert a Dubai 10 évvel ezelőtt olyan 70 nem a Dubai, hanem Emirátus, 70 bevétel naftából volt, most már olyan 20-valahány százalék a nafta, a többi az ilyen kiállítások, üzletik, üzletek jönnek Dubáiba, akkor turizmus, és erre akarnak átmenni, mert tudják, hogy egy 10-15 év múlva már a nafta nem fog kelleni senkinek, az a kicsi, ami maradt a földbe. Szerintem a London most, a Anglia kiment a EU-ból, akkor lehet, hogy még a tőzsdét is átveszik a legnagyobb, legerősebb tőzsde és legerősebb ekonomiai központ akar lenni Dubaj. És mi itt leszünk, és itt mutassuk be a technológiát. Még egy épület, ami lesz itt Dubajba, az, ahova jönnek a delegációk megbeszélésre, szerződés, kötés, és... Itten fogják az egész projekteket majd aláírni, és tovább működtetni. <kül> Nagyon érdekes, és alig várom már, mikor át lesz adva, hogy lehet vele menni, akkor újra májusba tervezünk elmenni oda Dubáiba. Van még egy projekt, ami még hivatalosan nincs bemondva, de sankt Petersburg, Moszkva, Jekaterinburg és Vladivostokig 8462 km. Nem hivatalos információ, az orosz bankok 70%-kal akarják ezt kifinanszírozni, a többi maradik 30%-ot lehet, hogy mi fogjuk finanszírozni. Úgyhogy ezek ilyen nagy projektek. Brazíliába és sok projekttel tárgyalnak. Először volt egy polgármester, akkor eljöttek a, a, az országi képviselők, és akkor a harmadik, most voltak nemrég, egy-két hete, Marina Gorkába. A brázili inzsinyerek, a, mindig így mű, eljön egy entuziasta aki valamit lát benne, akkor elküldik azokat, akik döntenek, és a harmadik elküldik a saját embereket, a szakértőket, akik eljönnek és megnézik ezt a projektet. Utána írják alá. És ez egy ilyen 3-6-8 hónap maximum. Úgyhogy Brazíliában is lesz sok célprojekt, uruguayak már voltak, ott is van, Filipíni, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, Estonia, Tallini, a, a főváros, ott láttuk azt a vizualizációt, most kibővítették a kikötőre is. Kazaksztánban három projekt, Olaszországban kb. 30 projekttal tárgyalnak, Milánó környékén is, Németországban stuttgart -i. Svájc, az a San Bernardino ilyen sielő útnál három és fél, két és fél kilométer volt, de most meghosszabbítsák, mert érdemesebb lesz a svájciaknak is, meg a Skyway-nak is. Technikai dolgokat készítik, ugyanúgy, mint a San Marino is, 35 ezer város, nagyon kis területen. A San marino is eljöttek, tetszett nekik, utána elküldték a legjobb orosz projekt, vezetőt, és azt mondta nekik, hogy ez az egyetlen és a legjobb, ami létezik a világon, mert metrót nem lehet építeni. Úgyhogy a San Marino és a Svájciak és az Esztoniai, ez a projekt, ami lehet, hogy bármikor elindulhat, egy-két-három hónap alatt. Törökországban is van egy 10 millió dolláros projekt, Indonéziában azt tudjuk, hogy 42 milliárd, az 10 projekt 2 8, 8 uh, 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 ami személy, és kettő, ami a teher. Peru is, most volt a delegáció, uh, Marina Gorkába, Argentinába, tudjuk, hogy a litium uh, bányászati, meg még ilyen bányászatokból nem tudják uh, szállítani, a, uh, ez, amit, amit kibányásznak. És ilyen 500 millió dollárig érdeklődnek az argentinai, mert nem tudom, milyen 55 milliárd dollárt akarnak befektetni. Tudjuk, hogy a litiumot használják minden akkumulátorra, mobilra, úgyhogy ez, ez nagy lehetőség van. EU, Unió, Ausztrália. Na most volt a tévén Ausztráliában megint, hogy majd indulnak, ott és van 80 milliárd dolláros projektek. Uh, Oroszország a Moszkva uh, körül, Moszkva körül van egy óriási projekt, és Szent Petersburgba is, de a Moszkvát azt ott most előre vitték nagyon, lehet, hogy nem sokára majd arról is többet fog hallani. Emirátusban mondtam, 50 milliárd, Vietnám, Bolívia, és még sok-sok ország, nem mondjam, Horvátország, Szerbia, Macedóniában, ahol is még kell tárgyalnom, itt is nagyon nagy az érdeklődés, de azt várjuk, hogy elinduljon jövőre egy igazi projekt, ahol mennek, és akkor lesz majd mit megmutatni. Szóval ez a projekt, ahova mi investálunk, és ó, már 9 óra van. Jó, még van egy 5-6 perc, magyarul mégis kicsit tovább tartott. Úgy működik, hogy crowdfunding rendszer, ez azt jelenti, hogy egy kis befektető már 25 dollárral havonta be tud fektetni egy ötletbe, egy projektbe, semmi más nem kell tenni neki, megvárni, hogy ez a projekt megteljesüljönjön, és utána, ha akarja, el tudja adni a részét, vagy kapja az osztalékot. Mi a Skyway Capital tagjai vagyunk. A Mihályla Pélmonostori barátom ott volt most két-három hónapja Moszkvába. Meglátogatta ezt az irodát, találkozott a Kodrasóval is, ami a igazgató. Itt 80 valahány ember dolgozik ebbe a cégbe. És a Skyway Capital egy cég, aki összehozza a kisbefektetőket, és rajtuk keresztül mi megvesszük ezeket a részvényeket. A részvények, mi most a 12. szakaszba vagyunk, ezt megmutattam csak ezt a képet, még 5 nap és 2 óra volt, 8 órakor, addig leszünk ebbe a szakaszba. Ez mit jelent? Minden szakaszban 15 szakasz van, fázis, a részvények ára kicsit felmenj. Általában olyan 21%-kal szokott felmenni, és például most 1000 dollárért kapunk 45 ezer részvényt a InoTrans csomaggal. Ha másodszor megvesszük, most szerdáig, akkor kapunk 55 ezeret, harmadszor, negyedszer, ötödszer, 65 ezeret. Van egy olyan akció még az új befektetőknek, aki 7 napon belül bármennyi csomagot elindít vagy kifizet, 10% bónusz részvényt kap. Úgyhogy erre mindegyikre még 10%-ot, ha most szerdáig ezt megteszi. Gyors tart, 2 300 dollár, ami 600 dollárt összesen, 27 ezer részvény. Vannak olyan, hogy kiskorú gyerekeknek, lehet venni 65 dollár havonta, vagy 150 dollár. A kisebb csomag 26.325 részvény, a, a, nagyobbik meg 67.500. Mikor nagykorú lesz, akkor át lehet írni a részvényeket. De el is lehet adni. Premium csomagok, vannak 5.000 dollártól 300.000 részvény, 10.000 dollár 650.000, 25.000 dollár 1675 és 50.000 dollárért 3,5 millió részvényt kapunk. Ugyanezek a csomagok megvannak 10 havi részletre, lefizetésre, 5 a kevesebb diszkont. 500 dollár havonta, 10. hónapig 275.000 részvény. 1.000 dollár 2500 vagy 5000 dollár. Ez mind megvan a webirodába. 23 nyelven megvan a webirada, magyarul is, úgyhogy ottan nyugodtan át lehet még nézni. A legkisebb csomagok, amit a Junitski, a Babuska, azok a az orosz hölgyeknek készítette, ami meg, eladja a piacon valamit, amit megtermel, és 25 dollárt félretesz és megveszi a részvényt. Azoknak lett ez kitalálva. 25 dollár havonta, 10 hónapra, 250 dollár összesen, 7750 részvény. Ez a négy csomag úgy van kitalálva, hogyha a két, részvét, két részletet, első két részletet kifizessük egyszerre, szóval 50 dollár, akkor kapunk még 750 részvényt. A senior csomag az 50 dollár havonta, 10 hónapra, 17500, ha úgy válaszuk, hogy az első kettőt kifizessük, kapunk még két és fél ezer, ez 20 ezer részvény. A harmadik, a 100 dolláros havonta, és kapunk 40 és 5, 5 ezer részvény ajándékot, ha az első kettőt kifizettük, és a business csomag 200 dollár havonta, 86 ezer, meg 10 ezer az első kettőre. <kül> Van egy ilyen táblázat, ahol meg lehet venni 15, 30, 50 dollártól egész 150 ezer dollárig, bármilyen csomagot, de ez nem megy havi részlet fizetése. Úgyhogy most még egy kis idő van, ez a 5 nap, ezek a diszkontok vannak, és csökkenni fognak ilyen 10%-ra, mert a 13. fázisban lesz több diszkont csökkenés. Én azt gondolom, hogy a 14. és a 15. fázis az már nem is lesz, mert jövő júliusban be kell, hogy végezzen az egész, és szerintem, ahogy a 11. fázist a Junitski eladta az araboknak, úgy a utolsó két fázist is eladja, úgyhogy mi a 13. -kal lehet, hogy be fogjuk végezni ezt. Kapunk egy szerződést, angol-orosz nyelven, akkor van egy ilyen, Bizonylat, ahol meg, megvan a Kudrasov és a Junitski aláírása, ahol, hogy mennyi részvényt vettük, mennyitől meddig a részvény számja. <coughs> certifikát. Certifikátot 10 dollárért, ha akarjuk, meg tudjuk rendelni a webirodába, elküldik postán, megkapjuk olyan 2-3 hét alatt. Ez a kép azt mutassa, hogy most. A 2018-2019, ez a két év, ahol a projektet építsük már. Emirátusban két projekt, Indiába, már sok országba nem sokára indulnak a többi projektek is, Afrikába, Dél-Amerikába, Európába, úgyhogy jövőre olyan 15-20 projekt már lehet, hogy elkezdik építeni. Mikor befejezik a 15-ig szakaszt, egy olyan 15-20 projekt lesz építve, vagy felépítve, akkor már ki tudnak menni a tőzsdére is, egy dollárral, London is a Tokió, tőzsdére mennek, lehet, hogy Dubái is lesz, de New York az biztos, hogy egyelőre nem lesz. A tőzsdén egy dollárrel el tudjuk adni a részvényünket, ha akarjuk, aki nem adja el, annak megmarad és kap osztalékot. Ha 2019-ben elindulnak ezek a projektek, akkor teljesen reális, hogy 2020-ban már kapunk osztalékot. Most, hogy mennyi lesz az osztalék, azt majd kiszámítsák, 20% netto jövedelem, amit a cég keres, azt ki fogja fizetni egyszerű osztalékba. A 2018 is év, még ide hozzá lehet adni, hogy kiadták a Skyway tokent, ez egy kriptovaluta, ami részvények állnak mögötte, és egy milliárdot adtak ki. Novemberben az első 50 ezer befektető, mi már nem vagyunk abba benne, ők át tudják váltani maximum 100 ezer részvényt a tokenba, és most december 26-án jár le a két hónap, és utána nem tudjuk pontosan még, a dátumot, mi is tudunk venni ilyen toként. A tokénnál nincs osztalék, ott megvesszük, júliusban jövőre a terv, hogy kimenjen a kriptotőzsdére, ott tudunk vele kereskedni, újba venni vagy eladni. A 1 milliárd tokennal 500 millió dollár bevételre számítanak, úgyhogy valamit eladnak nekünk, valami megmarad, azt kiteszik a tőzsdére júliusban, és ezzel a pénzzel fogják a célprojekteket, például a Moszkvát, vagy a Saint petersburg Moszkvá-Vladivostoki célprojektek oda fogják majd berakni a pénzt. Minél több saját célprojekt lesz a skyway nek annál több lesz a jövedelem, és nagyobb lesz a osztalék. A Junitzki azt mondta, hogy több száz saját célprojektet akar kiépíteni, és hogy minél erősebb legyen akkor az egész. Lehet, hogy sok ötletekről hallottunk, de ilyen, mint a Apple vagy a Google, ahol 100 ezer dollárra lehet beszállni, lehetett Amazon, ami több mint 1000 dollárra részvény. Alibaba 100 dollárra lehetett venni 1 millió részvényt, most meg 250 dollár egy részvény nagyon sokról lemaradtunk, de most tudjuk a Skyway-t, tudjuk, hogy egy nagyon komoly projekt, nagyon jó üzlet, most már nem rizikolunk annyit, mint a 2014-es befektetők, akik még katalógus láttak, most már lássuk, hogy ez épül, működik, majdnem minden nap, hát minden nap van új információ, elkezdték a tévén, a interneten reklámozni, most már francia tévé, afrikai, Ausztrália, Tokió, Japán, a oroszok, a Be azok már sokat. Egy szlovén újságba készítük egy nagyon jó cikket, ami ingyen megjelenik a Skyway, úgyhogy lassan-lassan az egész világ meg fogja hallani, mi a Skyway. Mi a legfontosabb ebbe az üzletben? Az, hogy a Skyway-t mindenki a világon tudja használni. Ha nekünk van egy olyan termékünk, mi résztulajdonosok vagyunk, amit mindenki használ, az azt jelenti nagy forgalom, nagy jövedelem és nagy osztalék. Nagy, nagy lesz a részvény is, azt nem mondom, hogy 200 dollár, de egy 5-10 év múlva, ha felmegy 20 dollárra is, akkor is az nagyon jó. Még ha 1 dolláron is marad, az is szuper, mert most még két centért keddig meg tudjuk venni ha 1000 dollárra kapunk 55 ezer részvényt, az kevesebb, mint 2 cent, és lehet, hogy már 2020-ba kimegy a tőzsdére, és akkor már 1 dollár lesz, és szerintem ez a legjobb befektetés, amit én tudok, amit használok, hosszú távú és stabil befektetés. <kül> ne adjátok el a házat, autót, garást, feleséget, férjet, ne vegyetek kölcsönt fel, Annyit pénzt fektessetek be, amit, amire tudtak várni még egy, két-három vagy több évig, de az, hogy szuper, és nagyon jó, azt, azt biztosan tudom ajánlani. Én kicsit meghosszabbítottam, azért, mert magyarul kicsit kellett gondolkodnom, már negyedik osztálytól általános iskolából horvátul gondolkodok, és akkor tolmácsolom a fejembe, és akkor kicsit tovább tartok. Nagyon sok sikert, és minden jót kívánok nektek. Örülök, hogy ilyen nagy létszám. Az első egyszer lesz osztalék évente, az májusban lesz majd kifizetve. Örülök, hogy ennyien hallgattatok. A következő kicsit jobb lesz, a tizedik az már még jobb századik az már lehet, hogy profi is lesz, de akkor már nyugdíjban leszünk. Köszönöm szépen, és szép, további szép estét kívánok mindenkinek, minden jót, sziasztok!